Kispad, sportműsor önöknek, 2022-ben is minden héten. Köszöntöm kedves nézőinket, már kezdünk is! A tavainál is merészebb célokkal vágott neki az U25-ös bajnokság küzdelmeinek az Angels női jégkorong csapata, amely 7 mérkőzést követően 100%-os teljesítménnyel vezeti a pontvadászat B csoportját. Győri Tamás együttese 2 találkozót is játszott a mögöttünk hagyott napokban. Pénteken a jégvirágok ellen aratott hosszabbítás után 3-2-es sikert, még szombaton délután a Tatabányát ütötte ki 13-1-re. A jégvirágok elleni sikert követően a tatabányai polipok ellen folytatta az U25-ös pontvadászatot az Angels női jégkorong csapata. Győri Tamás együttese toronymagas esélyesként vágott neki az összecsapásnak, már az első felvonásban 4-0-ás előnyt dolgoztak ki. A második játék részben folytatódott a kiváló játék, újabb 4 találattal szórták meg az ellenfelüket. A találatok az utolsó felvonásban sem maradtak el, bár a vendégeknek sikerült a kapuba találni, a végeredmény így is egy meggyőző 13-1-es győzelem a dunaújvárosiak javára. A mérkőzést követően Győri Tamás, a lányok edzője idézte fel a tavalyi szezon kezdetét. Ahogy befejeztük végig a szezont, a lányoknak azonnal igény volt arra, hogy ők is érezték, hogy egy kicsivel gyengébb volt, mint szerették volna, és már áprilisban elkezdtük a nyári munkát, és nyári munkánál végig 15-20 fős létszámmal tudtunk edzeni. Ott már éreztem, hogy azért a hozzáállás az kezd úgy alakulni, ahogy szeretnénk. Jégidőben nehéz, mert hogyha sok összetörlődnek a meccsek, akkor mi is egy kicsit kiebb szorulunk, de heti 3 jeget most már meg tudunk szerezni magunknak. És igen, baszolom, hogy igyekszünk, plusz a hétvégi mérkőzést. Ha nincsen meg a heti 3 jég, akkor 2, és mellette egy száraz edzés biztosan be van rakva. Picit tudtunk előrelépni, és azzal léptünk inkább előre, hogy az a mag jár edzésre, akik tudnak játszani meccsen is. Illetve ami még fejlődés volt, hogy belépett az utánpótlás a csapatunkba, köszönve az acélbikáknak, hogy elkezdték kinevelni a lányokat, és egy jó nagy táborral tudunk most már készülni a meccsekre. Alakulunk. Talán 2 játékos, aki úgy idősebb volt és visszajött hozzánk, illetve volt, aki átigazolt másik klubba, vagy elköltözött a városból, de nagyjából inkább abba változott, hogy a fiatalok beléptek a keretbe. Maga az ugyanaz maradt, és az, hogy ők fejlődnek, ez látszik az eredményeinken is. Az edző hozzátette, elégedett a csapat játékával. Minden mérkőzésre a győzelem reményében készülnek fel, ám a helyzet kihasználásban még van hová fejlődniük. Tegnapi mérkőzésünk egy picivel máshogy alakul, de most vezetettünk először pontot a ligában. Hosszabbításban így is azért meg tudtuk nyerni. Nem szeretném azt, hogy más legyen. Azt akarom, hogy ez az egy utolsó pont, amit elveszítettünk az egész szezonra nézve. A játékos keretünk alapján, illetve a játékos tudás alapján képesek vagyunk arra, hogy kényelmesen, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot. Ha mi is, illetve a lányok is oda teszünk magukat rendesen úgy, ahogy edzésen dolgoznak, akkor itt nem lehet más eredménye. A helyzetkihasználás az, ami még kritikus nálunk. Már megtanulták, hogy hogyan kell forgatni a korongot, hogyan kell kihasználni az üres helyeket. Most már meg kell tanulnunk azt, hogy milyen érzés gólt lőni. Alakulunk, egyre jobb ez is, de rengeteg munkánk van még vele az edzésem. Győri Tamás az idei szezon felépítéséről, valamint a legnagyobb ellenfeleikről is beszélt. Ez az U25B bajnokság. Az alapszakaszban játszunk minden csapattal egyet. Nem oda-vissza vágás van, hanem mindenkivel egyszer játszunk, vagy idegenben, vagy hazaiba. Utána az a középszakaszban a legjobb 5 csapat fog bekerülni, és ott akikkel itthon hazaiba játszottunk az alapszakaszban, oda utazni fogunk, és illetve fordítva. Ott fog eldönni, hogy mi lesz a végső eredmény a rájátszásra nézve. 2 mérkőzésig szokott tartani a rájátszás, úgy tudom, hogy a versenykirályásban 8 csapat lesz benne a rájátszásban. Tehát az első 5 az fixen benne van a rájátszásban, a kérdés az, hogy melyik ellenfelet fogja kapni majd a végén. Az, hogy bekerülünk a felsőházba a középszakaszban, ez nem kérdéses, tehát ott nincs is más célunk. Ott szeretnénk megnyerni. Még 2-3 erős csapat van vissza, igazából az nagy mérvadó lesz, nagy erőfelmérés lesz, hogy éppen hol állunk, de úgy gondolom, hogy nem lesz változás a pontszerzésekben. Tegnap játszottunk az egyik nagy ellenfelünkkel, a Kőszeggel. Fiatal, agilis csapat, nagyon jó kapcsolatot ápolunk az edzőikkel, illetve a lányokkal is. Ha ilyen kisebb tornákat rendezünk, vagy megyünk, általában közös csapatokkal szoktunk jelenni, ezért tudtuk, hogy milyen játékerőt képviselnek. Ugyanígy vagyunk a Fehérvári Rampage-el, illetve a 60-nal. Szintén onnan is kapunk játékosokat, illetve adunk is játékosokat, hogyha olyan tornára megyünk, ahol az egyik csapat jelen van. Erős játékos keret, fiatalok, agilisek, nem jobbak vagyunk. A mérkőzés részletes, írásos összefoglalóját a Dunaújváros online-on is megtekinthetik a jégkorong szerelmesei.
Bár sok személyi változás történt a klub életében, továbbra is a megszokott lelkesedéssel és célokkal vágnak neki a szezonnak a Dunajvárosi Darts Klub tagjai. Évet értékelt Körmendi Mihály elnök. Elmondta, ezután is két szakákban indulnak a versenyeken. Folyamatosan csinosítják az edzőtermüket a Dunaújvárosi Darts Klub tagjai, így már állandó székhelyen gyakorolnak a sportolók. Évértékelésre kértük fel Körmendi Mihály elnököt, és mint azt megtudhattuk, bár a koronavírus járvány a dárcosok életében is okozott nehézségeket, a sportolók szép sikereket is elkönyvelhettek. Mind a mellett, hogy a klub tagjai minden évben helytállnak a 40 év felettiek szenior bajnokságában, nagy népszerűségnek örventek a különféle kupák és házi versenyek is. Hát mi minden más sportágban, a dárcba is bejött a Covid, és a 2020-2021-es évet egy csoportba tették, egy évbe tették, tehát egy szezon volt. 2020-21-es évben két szakágba indultunk, a steel és a soft szakágba. A steel szakágban négy csapattal vágtunk neki a szezonnak. A négy csapatunkból idény végére úgy tehát csak akart leigazolunk, mert majdnem hogy elfogytunk a Covid végére és a szezon végére, tehát a klubtagunkból új embereket szerveztünk, hoztunk be a csapatokból, kibírunk végül, és végig tudjuk játszani a versenyeket. A négy csapatunkból kettő a második helyen végzett, egy a harmadik helyen, egy pedig a negyedik helyen végzett a saját csoportukba. Az NB3-as osztályból mi is indultunk a steel szakákba, ott 74 csapat indult. Hát a 74 csapatból kettő jut fel az NB2-be, ez borzasztó nehéz. Csak a csoportások juthatnak tovább a rájátszásba, ahol a 14 csapatból kettő jut a következő évi NB2-es osztályba. Ezt mi szerettük volna megpályázni, és akár sajnos ez most sem sikerült. Egyéb hibák miatt ezt majd jövőre korrigáljuk, szeretnénk korrigálni, és jövőre már, és ebben az évben már NB2-es célokkal, mi minden évben NB2-es célokkal vágunk neki a szezonnak. A soft szakákban ott kicsikét eredményesebbek voltunk. Két csapatunk indult az NB3-as mezőnybe szintén, egy csapatunk második helyen végzett, egy csapatunk pedig harmadik helyen végzett. A rájátszásba bekerült a második csapat helyen végzett csapatunk. A rájátszásból a harmadik helyet sikerült megszereznünk, ami egy NB3-as osztályba bronzérmet kaptunk érte. Ettől még nagyobb sikernek könyvelem el a Magyar Kupa harmadik helyünket, ahol több NB1-es csapat és NB2-es csapat előtt a harmadik helyen végeztünk, és ez számunkra a klubnak a életében egyik meghatározó esemény, úgyhogy most még a klubunkban softgép sincsen. Tehát a softgépet mint a presszokban találhatunk műanyagtábla, műanyaghegyekkel, a másik pedig a steel szakág, ami sizálkendel táblára fémhegyekkel dobálunk nyilakat. 2021 végére, mint mondtam, majdnem elfogytunk, és az év végére egy majdnem nagy változás történt a klub életében. 14 tagunk távozott a klubtól egyéb okok miatt. Valaki abbahagyta a versenyzést, valaki szünetetette, valaki pedig egy másik klubokba ment át. Ott fog jövőre versenyezni. Új elnökségi tagokat is választottunk, mert akik elmentek, akik benne voltak az elnökségbe. Tehát mint egy házasságban a 7 év nálunk, és ez így történt. Váltásokkal, új reményekkel vágunk neki most a 2022-es szezonnak. 22-es szezon ebbe az évbe szeretnénk a steel szakákba elérni az osztályozós helyet. Most a két csapattal fogunk neki vágni a steel csoportokba. Nem tudjuk, hogy hány csoport lesz, még most lesz meg a sorsolás. De ígérték, hogy 2023-tól átalakul az NB3, és több csapat fog feljutni az NB2-be, nem csak kettő. Én ezt már, meg egy páran már ezt szóvá tettük, és egy párszor szóltunk az elnök úrnak, hogy ez így nem lesz jó. Úgy néz ki, hogy most megtalálta azt a hangokat, amit mi ezt forszíroztunk elég sokszor. Várjuk a sorsulást, hogy mi lesz majd 2023-tól. Soft csapatunk, egy soft csapatunk fog indulni most az NB3-ba. Reméljük, hogy éppen olyan sikeresek leszünk, mint a tavalyi évben. Körmendi Mihály elmondta, rendkívül hálás az MMK munkatársainak, hogy egy saját teremben készülhetnek heti két napon is. Hozzátette, szükség is van a megfelelő edzettségre, hiszen a klub tagjai számos helyi és városon kívüli versenyen is részt vehettek. A városi klubbe elég kicsikét megzavarázta a versenyeinket. A szokásos UDL fordulónkat, amit mindig meg szoktunk rendezni most már azt hiszem harmadik, a negyedik éve, ez egy négy fordulós verseny.
4 egyéni forduló plusz egy páros verseny, és mindegyik forduló külön-külön díjazású és egy összdíjazású, és ez a versenysorozat. Ebben az évben, 2021-ben ezt nem tudtuk megrendezni, és a nagy Dunás Open versenyünket sem tudtuk megrendezni, mert az is elmaradt. Nem tudtunk akkora helyet és olyan létesítményt találni, ahol ezt meg tudtuk volna rendezni normális körülmények között. Ebben az évben tervezzük, nagyon nagy erőkkel készülünk a szervezésre, már benne vagyunk. Úgy néz ki, hogy húsvét környéken lesz a Dunás Open versenyünk. A helyszín még nem 100%, de már vannak előre folyt tárgyalások. Az UDL versenyünket pedig szintén meg tudjuk most rendezni, itt az MMK-ban, szintén 4+1 fordulós versenysorozattal. Az MMK-nak köszönhetően megengedhetünk, hogy a termünket szépítsük, és ezen vagyunk mi is, hogy mi képessük a termünket, és sokkal szebben, sokkal otthonosabban néz ki a terem. Még a másik falat is meg fogjuk csinálni, időhiányban még arra nem került sor, de szépítkedünk. MMK-nak Editon is köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Hetente most már szerintem minden nap éltünk, a terem csak amilyenké. Bármikor tudunk fejlődni, gyakorolni, de az általános gyakorlás az kedden és jövőkön szokott lenni. 8-9-ig vagyunk jelen, és még van egy házi versenyünk, ami a váltó műszakosoknak általában, amikor kiszakott jönni a műszak, akkor szoktuk lejátszani, hétfőn, szerdán, pénteken általában. Ez egy olyan házi verseny, mint a nagy Premier Ligákban szokott szerepelni, 7-9-ig játszunk, és mindenki játszik mindenkivel, két osztály. Ez egy több versenyzési lehetőséget biztosít a klubtagoknak a számára. Hosszabb versenyzési lehetőség, és elég névos verseny szokott lenni, és szintén ezt is kupákkal és érmekkel díjazok mind a két osztályban. Az elnök úgy folytatta, bár a taglétszám rendkívül sokat változott a tavalyi évben, továbbra is a lehető legjobb eredményeket szeretnék elérni a megmérettetéseken. 21-es évben 28 taggal rendelkeztünk, 28 tagunk volt, ebben 11-re mentek, de már a tavalyi év végén jöttek vissza a régi alapító tagokból, és már most is érezte egy-két ember, hogy jönnek vissza, közben jöttek újak is, hogy most 25-en vagyunk, tehát 3 emberrel vagyunk kevesebben, mint voltunk. Utánpótlás versenyben is, utánpótlás taglétszámban is többen lettünk, most 3 vagyunk, eddig 2 voltunk csak. Utánpótlásban még szeretném megemlíteni a 2021-es évet. Balatonlehden volt egy challenge verseny, ami ifjúsági nemzetközi verseny volt. Ott egy második és egy harmadik helyet tudtunk megszerezni. Az is egy elég névos, elég nagy verseny volt, 2 napos verseny volt, ahol ott voltunk egész végig, és jó volt, jó hangulat volt, és sikeresek voltunk ott is. 22-es évre, amit szeretnénk elérni, mindenképpen a lejátszást a steel szakákban. 2 csapatunk szerintem még biztos, hogy esélyes lesz, a sorsolás még nincs meg, de mindenképpen szeretnénk ott lenni most már, egyszer ott sikerült lennünk, tavaly nem, de most megint ott akarunk lenni. Mind a 2 csapatunk szerintem esélyesre, elég erős csapatokkal fogunk nekivágni a szezonnak. Nem tudjuk, hogy az ellenfelénk hogy készültek fel, hogy igazoltak. Úgy látom, tőlünk is elmentek egy páran, mi is hogy tudtunk erre felkészülni. Fő célunk a steel. Továbbra meg kéne védenünk ezt a vándorserleget, a Kádi Gábor szenior vándorversenyért. És utánpótlásból szeretnénk minél előbbre törni. Most már 3 versenyzőnk van, minél előbb szeretnénk menni. Nagyon erős a mezőny, most hétvégén volt egy utánpótlás bajnokság, mondtam a srácoknak, hogy brutál. Aki nem dobott 2 sziklák kört, az már csapkodott, úgyhogy nagyon magas színvonal van. 60-70-80 sákra dobálnak a kis tárcok, úgyhogy az emberek, aki oda akar érni, az fel kell kötni a gatyáját. És még a szobba is szeretnénk odaérni, a szobszakákból, ott is indulunk egy csapattal. Tavaly 3. helyet végeztük, ez alá most sem szeretnénk adni. A darts szerelmesei előtt nyitva áll a lehetőség, ugyanis folyamatos a tagfelvétel a Dunaújvárosi Darts Klubba. A csapat képviselőivel a közösségi oldalukon, valamint személyesen a Munkásművelődési Központban is felvehetik a kapcsolatot minden kedden és csütörtökön délután 5 órától este 8:30-ig. A csapattal kapcsolatos híreket a Dunaújváros online-on is megtekinthetik a sportkedvelők. Folyamatosan edzésben vannak a DKS Erőp labdázói. Bár a felnőtt együttes egy ideje már nem játszott tétmérkőzést, Tomanóci Tibor tanítványai továbbra is azon dolgoznak, hogy a szezon hátralevő részében sokat javuljon a teljesítményük. Visszatértek a pályára a DKS Erőp labdázói. A felnőtt csapat számára eddig nem tartogatott túl sok sikert az Extraliga idei kiírása, így Tomanóci Tibor tanítványai mindent beleadnak az edzések során. Az együttes életében 2 személyi változás is történt, idegen légiósokkal bővült a keret. A vezetőedzővel beszélgettünk az évelei felkészülésről. Elég hektikus volt a felkészülésünk, mert 2 ünnep között ugye mindenki otthon volt, hogy köszönhető annak, hogy azért a kollégiumok bezártak,
és nem igazán tudtunk edzeni ugye azokkal a gyerekekkel, akik itt voltak, és a felnőtt csapatnál is azért elég sok a dolgozó játékos, és én azt gondoltam, hogy egy kis pihenő kell nekik, viszont ennyi programot kaptak. Úgyhogy minden napra 27-31-ig volt egy ilyen programjuk, úgyhogy az fizikailag és mondjuk úgy, hogy a dinamikusságra rádolgozhattak, meg rá is kellett dolgozniuk. A másik, hogy november 28-dik, ugye azt mondtad, akkor volt vége a bajnokságnak, azóta volt elég sok utánpótlás mérkőzés, ugye a korosztályos válogatottak elmentek a saját válogatottjukba, és a felnőtt csapat is 21-ig edzett, és utána ugye elmentünk karácsonyozni. Közben azért alakult a csapatnál azért személyi változások, hogy két külföldi játékost tudtunk igazolni, egy urugvájit és egy ukrán fiatalembert. Bízunk benne, hogy ők segíteni fogják azt az elképzelésünket, hogy az extra ligába bent tudjunk maradni. Tudnak játszani nyitásfogadó négyes ütőt is és diagonál játékost is, pont azok a azokra a posztokra, ahol igazán nagy szükségünk volt játékosra. Remélem, hogy mondom, beváltják hozzá a fűzött reményeinket. Azért minőségi változást kell, hogy hozzon ez a két játékos. Ugye ott elég fiatalok voltunk, elég hektikusak, és azért amikor ugye egy tét van, akkor a fiataloknak a tétet azt el kell viselni, amikor már minden mindegy alapon kell játszani, az mindig könnyebb, mint egy nyomás alatt lévő játékosnak ugye pályán játszani és teljesíteni. Tomanóczi Tibor elmondta, a koronavírus járvány továbbra is megnehezíti a munkát. Azért egy kicsit ugye ez a betegség, ez az influenzás időszak van, úgyhogy rányomta a bélyegét, úgymond az első héti felkészülésünkre itt januárban. Három válogatott játékosunk a felnőtt csapatból hiányzott, akik elmentek a korosztályos válogatottba. Ez azt jelentette, hogy nem tudtunk azzal az elánnal, azzal a dinamikával készülni, ahogy elgondoltam. Viszont most már itt a második héten, most már azért ketten visszajöttek. Még egyikük, a Kecskeméti Bálint még beteg, de ő csütörtökön már csatlakozik hozzánk. Úgyhogy innentől kezdve én azt gondolom, hogy első a cél, hogy szetteket nyerjünk, aztán hogyha úgy adódik, akkor jöjjön már a mérkőzés is. A vezetőedző a folytatás kapcsán úgy fogalmazott, egyértelmű, hogy a csapatnak a játék minden aspektusában fejlődnie kell. Mind a nyitásfogadásban, mind a mezőnyben, mind a nyitás hatékonyságban, mind a támadásunkban. Úgyhogy bízom benne, hogy fogunk tudni javulni, és mondom, fogunk tudni minőségi javulást hozni. Ez a legfőbb cél. Azt elfelejtettem, hogy játszunk még két edzőmérkőzést a Dark csapatával, ugye, aki vezeti az NB1-es bajnokságot. Úgyhogy nem úgy fog neki menni, hogy nem játszottunk semmit. A DKSL játékosai a két ünnep között is egyéni feladatokat végeztek. Tomanóczi Tibor ennek apropóján azt mondta, fontos, hogy a sportolók a megfelelő erőllétben és mentális felkészültségben vágjanak bele a rájuk váró küzdelmekbe. Nagy tervekkel vág neki a 2022-es évnek Hrozik Edit zónaedző. A tavalyi esztendő tapasztalatairól, valamint a jövőbeni elképzeléseiről beszélgettünk vele. Hrozik Edit immáron hosszú évek óta kínál különböző edzéseket és foglalkozásokat a mozgás szerelmeseinek, mind személyesen, mind pedig az online térben. Az edzővel Dunaújváros egy kültéri kondiparkjánál beszélgettünk. Hát ugye a jelenlegi, illetve a tavalyi járványhelyzet is nem kicsit formálta át az edzés szokásokat és azt, hogy milyen lehetőségeink vannak. Úgyhogy most márciusban lesz már, hogy második éve én az online térre váltottam, és hát nagyon örülök neki, hogy a mai napig van igény a munkásságomra, úgyhogy bár a jövő év, illetve az idei céljaim közt szerepel visszatérni a személyes kontaktos edzésekhez, de maradok egyelőre még az online térben is. Mindenképpen edzünk tovább, tehát én a csapatommal is így zártam az évet, és karácsony után is edzettünk már, hogy folytatjuk. Tehát van, akinek ez folytatás, van, akinek újrakezdés. Nyilván, aki esetlegesen átesett a járványon, nekik is egy újrakezdés, de mindenképpen úgy kell bealkotni a napi rendjükbe, hogy vissza tudjanak térni. Tehát az intenzitásokra figyelni, és önmagukra is, hogy ez éppen hogy fog jól esni. De ez is lehet egyfajta kihívás, hogy vissza kell hozni a mindennapokba a mozgásunkat. Az edző elmondta, a munka természetesen folytatódik, két challenge-el, azaz kihívással is készül az idei évre. Minden évben szoktam jelentkezni kettő challenge sorozattal, egy januárban, egy pedig augusztusban, ezt szokták úgymond a két úgynevezett uborka szezonnak nevezni, és ugye januárra mindenkinek ott van az az újévi fogadalom, hogy na most aztán nagy elánnal vágunk bele az új évbe és csináljuk, úgyhogy nálam most ez a challenge egy picit csúszni fog, de nem olyan sokat, úgyhogy lehet rám számítani ilyen szempontból. Hát az augusztus pedig még odébb van, de
De azt gondolom, hogy meg kell tartanunk azt a lendületet, nem csak egy hónapra, vagy négy hétre, öt hétre, hanem folyamatosan addig, amíg kijön a jó idő, vagy kisüt a nap, és aztán mehetünk a szabadtérre, és közösen. Tehát a közösség az nagyon sokat számít, és segít ilyen szempontból, hogy húzó ereje van, és ne adjuk fel. Rozik Edith hozzátette, igyekszik minél több tényezőt figyelembe venni, amikor edzésterveket állít össze a vendégeinek. Legyen szó akár online, akár személyes foglalkozásról, az adott egyén állapotának és lehetőségeinek felmérése kiemelten fontos. Hál' Istennek volt megkeresésem a régi csapatom által is, itt a helyi szegmensből, és mindenképpen szeretnék valahogy mindkét oldalnak megfelelni, úgyhogy tervezem a visszatérést hozzájuk is, közéjük is, velük is, és mivel mondjuk az online tér viszont a térbeli, illetve a távolsági akadályokat szünteti meg ilyen szempontból, így nem kizárt, hogy Nagykanizsa, Nyíregyháza, Debrecenből is tudunk együtt edzeni, vagy akár Budapestről. Nagyon sok eszközt be lehet vetni, úgymond az otthoni háztartási dolgokból is, akár egy széket, egy porrongyot ilyen szempontból, tehát nem kell nagy eszközigényt refektetnünk, vagy befektetnünk ilyen szempontból. És hát mindenképpen gondolok azokra, akik esetlegesen tényleg több hétre, akár hónapra kiestek a Covid által a jól megszokott rutinjukból, mert nekik is teljesen másképp kell visszatérni, illetve minél több embert szeretnék bevonni, úgyhogy a teljesen kezdő, újrakezdő kategóriát is szeretném megérinteni, megfogni valamilyen szempontból. Az edző elmondása szerint akkor sem esik kétségbe, ha adott esetben a pandémia következtében újra az online térbe szorul a munkássága. Minden eshetőségre késztervekkel készül. Kedves nézőink, Önök a DSTV heti sportműsorát, a Kispadot látták. Mostani és korábbi adásainkat is visszanézhetik honlapunkon keresztül, valamint ajánlom figyelmükbe Facebook, Instagram és YouTube oldalainkat. Az ismétlést követően jövő kedden jelentkezünk új összeállítással. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!